Kerékpáros emléktúrát szerveztek Mikóújfalu Csíkszereda Mikóújfalu útvonalon május 10 és 12-én. Az emléktúrát Fejér Ákos testnevelés tanár halálának 10. évfordulója, valamint a mikóújfalusi világjáró kerékpározás kezdetének 50. évfordulója alkalmából rendezték meg. Mikóújfaluból több fiatalból és régi tanítványokból verbuválódott csapat indult el kerékpárral Csíkszeredába, hogy emléket állítsanak a község 10 éve elhunyt testnevelés tanárának, Fejér Ákosnak. Az emléktúrát Mikóújfalu község polgármesteri hivatala, valamint a Fejér Ákos Egyesület szervezte. A 35 kerékpározó közel 50 kilométert tett meg Csíkszeredáig, hogy lerohassa tiszteletét a közösségükért sokat tevő oktató sírja előtt. A település tanítóbácsiára Arany János szavaival emlékeztek. Midőn roncsolt anyagon diadalmas lelked megállt, megnézve bátran a halált, hittel, reménnyel gazdagon indult, nem földi utakon. Egy lőn közös szent vigaszú, a lélek él, találkozó. Fejér Ákos sírjának koszorúzását követően a mikóújfalusi emléktúrázók egy nap csíkszeredai pihenő után visszabicikliztek falujukba, ahol emlékünnepséget tartottak a néhai tanító tiszteletére, aki sokat tett Mikóújfaluért, és akinek nevéhez legendás, több országot átszelő kerékpártúrák fűződnek.